Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Zemplén Televízió hírműsorát, a hírhetet látják április 16-án 19 órakor. Nézzük mai legfontosabb híreinket előbb egy-egy mondatban. Nyugdíjba vonul a Sátoraljaújhelyi Erzsébet kórház eddigi főigazgatója. A város polgármestere köszönte meg munkáját. 31. alkalommal rendezték meg a Kossuth staféta futóversenyt. Fülöp István fotóművész alkotásaiból nyílt kiállítás a Sátoraljaújhelyi Zemplén galériában. A Sátoraljaújhelyi Erzsébet kórház eddigi főigazgatója nyugdíjba vonul, azonban dr. Kovács Lajos főigazgató csak a főigazgatói poszttól búcsúzik, az intézmény szülészeti osztályán tovább dolgozik majd. Az orvos közel 3,5 évtizeddel dolgozik az intézményben, mely munkásságot most Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhelyi város polgármestere köszönte meg neki leköszönése alkalmából. 3,5 évtizede dolgozik a Sátoraljaújhelyi Erzsébet kórházban dr. Kovács Lajos. Ebből több mint egy évtizedig a főigazgatói posztot is betöltötte. A most leköszönő főigazgató eddigi munkáját köszönte meg a város vezetője. Azt, hogy egy nagyon-nagyon nehéz, változó és átmeneti időszakban is vezetette a kórházat, és azt is megköszönöm neki, hogy amellett, hogy nyugdíjba ment, és mint intézményvezető így nem dolgozhat, de az osztály szempontjából, a szülészeti osztály szempontjából viszont nagyon-nagyon fontos a munkája, és így a továbbiakban is számíthatunk rá. Ő is annak a csapatnak, annak a generációnak a tagja, akinek a hivatás tudata, hozzáállása mindig optimális és jó volt, és példát adtak az utánok következő fiatalabbaknak is. Ez egy jó hír. Dolgozhattunk együtt, hiszen a város fenntartója is volt hosszú-hosszú időn keresztül ennek a kórháznak. Mikor a városba érkezett a főorvos, akkor egyből szülővárosát Marosvásárhelyet juttatta eszébe, és tudta, hogy nem fogja hamar elhagyni a települést, mondta el dr. Kovács Lajos. Az, amit a 35 év alatt kétségtelenül láttam, és amiből ugye több mint 25 évet úgy töltöttem az intézményben, hogy önkormányzati tulajdonképpen kezelés, fennhatóság alatt volt a kórház. Azt láttam, hogy az az időszak jellemzően a prosperitás, a felemelkedés ideje volt, akkor, amikor a kórházban új beruházások sora történt, új eszközbeszerzések, és az önkormányzat mindent megtett, ami akkoriban is csekély erejéből és erőforrásaiból telt, hogy az intézmény zavartalanul működjön. Közel 10 éve vagyunk állami tulajdonban, ez alatt is a kórház összes dolgozója arra törekedett, hogy a hozzánk tartozó területben lévő betegeket becsületesen ellátjuk. Olvastam mostanában ilyen véleményeket is, hogy ez az intézmény vegetál. 10 éve vegetál, semmi nem történik, innen mindenki megy el. Azt látjuk, hogy az orvos hiány az egy országos tendencia. Tehát ebbe a Sátoraljaújhely sem képezhet kivételt, és nyilvánvalóan az orvos hiány helyzetét nem tudjuk helyileg kezelni, sem megoldani. A leköszönő kórházvezető szerint a látható negatívumok mellett eredményeket is tudott felmutatni az intézmény az elmúlt években. Annyit viszont hadd mondjam el azoknak az illetőknek, akik vegetálni látták ezt a kórházat, hogy a több mint 2 éves COVID időszakban mi voltunk az egyedüli intézmény, ahol a járó és fekvőbeteg folyamatosan működött, miközben a környékünkön minden szakrendelő, minden házi orvosi rendelő lezárta az rollót, betegeket nem fogadtak, a betegellátás csak itt folyt folyamatosan. Voltak olyan napon, amikor ebbe a szűk orvosi felállásba 130-140 covidos beteget ápoltunk. Ezekbe azért méltányos érdemet és említhető nagy érdemet szerzett dr. Krajnik Zoltán főorvos. Szamosvölgyi Péter Sátoraljaújhely város polgármestere, annak ellenére, hogy sérelmezi, hogy a fenntartó az önkormányzatot megkerülte a személyi döntés meghozatalában, sikeres működést kíván az új vezetésnek, és reméli, hogy a szívükön fogják viselni a kórházat és annak fejlődését. Idén 31. alkalommal rendezték meg a Sátoraljaújhely és Sárospatak között 12,5 kilométeres távon zajló Kossuth staféta futóversenyt. A nagymúltú megmérettetésre idén 140-en neveztek. Indulni lehetett egyéniben és váltófutás kategóriában, különböző korcsoportokban. A résztvevők kedvét a kedvezőtlen időjárási viszonyok sem szegték. Elleredő eső, időnként előbúvó napsugár.
Nem a legideálisabb időjárási viszonyok jellemezték a 2003-as Kossuth stafétát. Ez mégsem riasztotta el a futni vágyókat, akik között nem csak a környéken élők, hanem messzebbről érkezettek is voltak. Idén 31-szer rendezte meg Sátoraljaújhelyi Sárospatak önkormányzata közösen a két város között zajló futóversenyt. Nagyon dolgoznak rajta a két önkormányzat, hogy folyamatosan és minden évben megszervezzék, és óriási áldozatokat tesznek ezért, és nagyon szeretik a versenyzők. Volt egy pár év, amikor ugye kimaradt a verseny a Covid miatt, illetve kicsit kevesebb futó volt rajta, most már tendenciává vált, hogy nő a futóknak a száma egy évről évre. 140 nevező volt, ebbe az egyéni és az összes váltótag is beleszámítódik. Nagyjából 10%-kal többen, mint tavaly. Dankó Dénes, Sátoraljaújhelyi város alpolgármestere szerint nem véletlen, hogy a rossz időben is sokan megjelentek. Én azt gondolom, hogy a hagyomány egyik részről, hiszen jó van évtizeden túl, sőt azt gondolom, hogy talán két évtized is maga ez a futóverseny. Másrészt pedig talán az emberek egy picit kezdenek egészségtudatosabban élni. Azt látom, hogy talán egyre többen választják az aktív kikapcsolódási lehetőségeket, és ennek van kihatása. És ha megnézzük, az idősebb korosztályokban egyre több az induló, és hála Istennek most azt tapasztalják a szervezők, hogy az iskolás korosztályból is egyre több és több gyerek nevez. Úgyhogy nagyon jó azt látni, hogy sokan a mindennapjaik részévé teszik a sportolást, és ennek egy nagyszerű alkalma az, hogy egy közösségi élményben legyen részünk, és fussuk le a patak Újhely közötti távot egyénében vagy váltóban ki, hogy tetszése szerint. Nagyon jó hangulata van ennek a versenynek, és ugye van ez a mondás, hogy nincsen rossz idő, csak rossz felszerelés, amúgy pedig akkor kell futni, amikor jól esik. A versenyen a legjobb időt idén egy dögei futó futotta. 44 perc alatt tette meg a távot. Most vettem részt másodjára ezen a versenyen, tavaly is részt vettem, csak tavaly elbohockodtam, mert kézen fogva érkeztünk be a barátommal, és akkor így egy tizeddel lemaradtam az első helyről. Általában a városi aszfaltot szeretem, de elindulok én terepen is, akár hogy arról van szó, minden. Ha a verseny van, ott vagyok. Én 9 éve kezdtem el futni, és így heti 100 kilométer szoktam futni, az egy ilyen napi 15 kilométer, szerintem mindig megvan. A 12,5 kilométeres távot egyéniben és váltóban is több kategóriában lehetett teljesíteni, kor és nem szerint. A Sátoraljaújhelyi távhőszolgáltató szem előtt tartva azt az igényt, hogy a városban található fogyasztók számára szeretné megteremteni a hatékony hőfelhasználást, szakmai tanácsokkal segíti nem csak a lakossági, hanem intézményi fogyasztókat és azokat a vállalkozásokat is, akik szintén ilyen módon oldják meg helyiségeik fűtését. Legutóbb a Zemplén kalandpark középső állomásán nyújtottak segítséget abban, hogy miként lehet hatékonyan megelőzni azt, hogy technikai probléma miatt fűtésleállásra legyen szükség. Több mint 10 évvel ezelőtt jött létre a Sátoraljaújhelyi Kalandpark egyik meghatározó épület együttese a középső állomáson. Azóta turisták százai vették igénybe azt. Most a helyi távhőszolgáltató szakmai segítségével újulhat meg annak fűtési rendszere annak érdekében, hogy a hideg téli napokon komfortos körülményeket biztosítson az épületet igénybevevők számára, legyenek azok az itt dolgozók vagy az ideérkező vendégek. Egy kalandparknál a vendégforgalom számára nem csak az a lényeg, hogy mondjuk téli időszakban meg tudjanak melegedni, hanem ha bemennek egy olyan térbe, büfébe, mosdóba, a melegedő épületbe, akkor az a környezet az úgy nézzen ki, hogy jól érezze magát ott a vendég, és itt néhány radiátor már eléggé elhasználódott, illetve néhány olyan eleme a fűtési rendszernek. Nem lenne jó érzése annak, aki ebben a térben pihen. Sajnos az idő vasfoga, kikezdtem már ezeket a radiátorokat, és várható, hogy egyszer ki fogjuk adni, és ha ez főszezonban télidőben nyugat ki, akkor komoly problémát okozhat ennek a cseréje. Most viszont segítségünkre sietett a város távhőszolgáltatója, és ezeket a cseréket most a jó idő beálltával megoldja nekünk, és későbbiek folyamán nem lesz ilyen problémánk, hogy esetleg le kell állnunk a fűtéssel. A szakember szerint akár teljes megújulásra is szükség lehet annak érdekében, hogy a rendszer hatékonyabban tudjon majd működni. A fűtési rendszere az eredetileg faapritékra és fatüzelésre került kialakításra, és így tervezték meg. Az elmúlt időszak alatt nyilván a puffertárolók
hatékonysága, állapota az már egy kicsit megkopott, és ezeknek a cseréje is mindenképpen szükséges lesz, illetve feltehetően majd a fatüzelésű, illetve a pellettüzelésű kazánoknak az üzemviteléhez, az üzemeltetéséhez szükséges tüzelőanyagra jobban oda kell figyelni. Van még olyan probléma is, hogy a tervezett hálózat eredetileg ugye egy adott méretezés mellett kiszolgálta ezt az épületet, de voltak átalakítások időközben, bővítések az alaksornál, olyan terek bekerítésre kerültek és használatba, mármint hogy zárt térré alakultak, amelyek korábban nem voltak az épület részei. Emiatt ugye az eredeti méretezés már nem kielégítő, azaz bizonyos csőkeresztmetszetek nem megfelelőek ahhoz, hogy ellássák ezeket a tereket is. Ezt néztük át, ezt gondoltuk át. A munkálatok napokon belül befejeződnek, így újra esztétikus környezet fogadja majd a látogatókat. Ingyenes mesefilmet vetítettek a Sátoraljaújhelyi Latabár moziban. Erre az alkalomra a városban tanuló kisdiákokat hívta meg a Kossuth Lajos Művelődési Központ. Budainé Bodnár Edit igazgató elmondása szerint ezt a programot minden jeles nap alkalmával megtartják. Így ez a húsvéti játszóházhoz kapcsolódott még. Néhány héttel ezelőtt számoltunk be arról, hogy közös húsvéti játszóházat szervezett a Kossuth Lajos Művelődési Központ, a Hétcímvirág óvoda és a Zemplén Kalandpark. Arcfestéssel, állatsimogatóval, valamint többféle programmal várták az érdeklődő családokat. Budainé Bodnár Edit, a Művelődési Központ igazgatója szerint ezt minden éven megszervezik a pódiumteremben. Ehhez a hagyományos programsorozathoz tartozik, hogy ingyenes vetítéseket indítanak a Latabár moziban. Ez mindig nagyon népszerű a gyerekek körében, a kollégák már időben meghirdetik az oktatási nevelési intézményben. Nagyon népszerű, itt nem kell most szemüveget használni, úgyhogy tudtunk betenni pótszéket, hiszen a szemüveg is korlátozott számban kerül kiosztásra. És hát több napon át hirdettük, nagyon szép számmal jelentkeztek, nagyon népszerű. Most a Nyuszi Suli című német animációs filmet vetítették a kollégák, és hát jöttek szülők is, nagyszülők is unokákkal, természetesen ez most ingyenes volt. Budainé Bodnár Edit elmondása szerint minden jeles nap közelettével szerveznek ilyen vetítéseket a gyerekeknek. Tulajdonképpen ez úgy működik, hogy már sokszor nem is kell hirdetnünk ezeket a mesefilmeket, egy nagyon csekély összeg ellenében mindig megszervezzük az oktatási nevelési intézményeknek, ők sokszor keresnek meg minket, hogy melyik filmet próbáljuk már beszerezni, de ahogy említettem, amikor vannak jeles ünnepek, vagy például a Városnapjához kapcsolódó programok, akkor mindig ingyenes vetítést szervezünk, nem csak kicsiknek, nagyoknak, felnőtteknek egyaránt, és hát például most kell megemlítenem, nagyon ügyesek a kollégák, hiszen már sokszor egy premier filmet, sokszor viccesen mondom, hogy hamarabb itt van, mint Budapesten. Ilyen például a Nemzet aranyai, ami most a vízilabdásokról szóló dokumentumfilm, és például ebben a hónapban háromszor kerül vetítésre. A Sátoraljaújhelyi mozi árt jellegénél fogva többször ad lehetőséget ilyen programokra. Fülöp István fotóművész alkotásaiból nyílt kiállítás a Sátoraljaújhelyi Zemplén galériában. A tárlat lehetőséget ad arra, hogy a természetet, portrékat, a tájakat kicsit más szemszögből láthassák az érdeklődők, mert hogy ezeket szinte meseszerűen jelenítette meg az alkotó. Fülöp István elmondása szerint már gyerekkorától érdekli a fotózás, és ez azóta is megmaradt. A természet csodálatos, juthat eszébe mindenkinek, aki egy-egy kirándulás során ellátogat, akár Zemplénbe is. De nem csak a tájak rabolhatják el az ember szívét, hanem virágok, életképek, minden olyan dolog, amit egy fotós úgy tud megjeleníteni, hogy akár több percig is ámulatba ejthet vele egy-egy érdeklődőt. Így történt ez a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ Zemplén galériájában is, hiszen újabb kiállítás nyílt. Mostani kiállításunk egy kiváló fotósnak a kiállítása lesz. Fülöp István perbenyiki felvidéki alkotó képeit láthatjuk itt május végéig a falakon.
az Emplén Galériának régi jó kapcsolata van itt a felvidéki, egyrészt a Tice klubbal, másrészt Ivanega Ivánnal, aki a Tice klubnál is tevékenykedett, ő számos művésszel, alkotóval kapcsolatban van, és így ezen a csatornán keresztül jutnak ide a művészek. Fülöp István elmondása szerint az életében a fotózás utáni rajongás már nagyon korán elkezdődött, majd az évek alatt a portréfotózás mellett a természetfotózást is megszerette. Szerettem a természetet, és általában ott szoktam feltöltődni, és úgy rám ragadt ez a szeretet, de viszont az analóg fényképezésnél nekem voltak portrék is, és most már legújabban szintén vannak portréképeim. De most úgy gondoltam, hogy bemutatom először a természetfotókat, már itt is látható, hogy azért csempésztem be embereket, és így munkaidő, szabadidőmben szívesen felkeresem, meg tetszett nekem ez az Empléni hegység is, úgyhogy nagyon szeretek ide járni, ha nem is készült olyan fotó, inkább a szépség, a feltöltődés volt akkor a cél. Minden képnek saját története van, így akár, ha a fagyos ébredést is választjuk, kedves pillanatokat élhetünk át, tette hozzá Fülöp István. Hírműsorunk végén pedig nézzük még egyszer legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Nyugdíjba vonul a sátoraljaújhelyi Erzsébet kórház eddigi főigazgatója, a város polgármestere köszönte meg munkáját. 31. alkalommal rendezték meg a Kossuth staféta futóversenyt. Fülöp István fotóművész alkotásaiból nyílt kiállítás a sátoraljaújhelyi Zemplén galériában. Kedves nézőink, én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel holnap este 19 órakor jelentkezünk. Tartsanak majd velünk akkor is, viszontlátásra!